A Jászonikun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a férfi szóváltásba keveredett az egyik rokonával, majd fejbe vágta egy kalapáccsal. A férfi a sérülthöz mentőt hívott, azonban az nem kért az orvosi segítségből, és mielőtt a mentőszolgálat a helyszínre érkezett, eltávozott. A férfit másnap délben a város területén egy elhagyatott füves bokros területen holtan találták. A rendőrök adatgyűjtést követően előállították a törökszentmiklósi férfit, és gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették. Az előzetes orvosszakértői vélemény szerint a koponya sérülés és a sértett halála között ok-okozati összefüggés állapítható meg. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A Jászhegyi Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó testi sértés büntet miatt folytat eljárást.